Isten óvja a királynőt. Ismerősek az Egyesült Királyság himnuszának sorai? Hát persze, hiszen már 1619, vagy más feltételezések szerint 1715 óta ezek a sorok öregbítik Nagy-Britannia hírnevét. Vagy a híres brit hagyomány, a lovaggáütés is egy keresztény szertartás volt sokáig, amelynél a pap ennyit mondott. Fogadd e kardot az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A szertartás pedig úgy zárult, Isten, Szent György és Szent Mihály nevében lovaggá ütlek, légy vitéz, bátor és hű. Angliában a mai napig nem teljesen szekuláris az állam sem. Gondoljunk csak a királykoronázásra, amelyet a Canterbury érsek celebrál, vagy éppen az anglikán egyházra, amelynek az Egyesült Királyság mindenkori uralkodója a feje. Volt olyan idő, amikor az is elképzelhetetlen volt, hogy politikai döntéshozó, tisztségviselő ne anglikán vallású legyen. De ez sajnos már csak a dicső múlt. This election was not without controversy. 2016-ban Londonnak először lett muszlim polgármestere, de az elmúlt években egyre többször látni a híradásokban tüntetéseket a muszlimok jogaiért is. És ma már az is bevett gyakorlat, hogy a muszlimok sária bíróságot választhatnak, ha bármilyen jogi vitájuk akad az Egyesült Királyságban egymás közt. Persze nem mindenki alapjoga ilyen fontos az angoloknak. Márciusban például a menekültügyekben is eljáró belügyminisztérium azért utasította el egy iráni férfi menedékkérelmét, mert keresztényként azonosította magát. Az illetékes hivatalnok bibliai idézetekkel támasztotta alá, hogy a kereszténység erőszakos vallás, tehát az ezeket a tanokat követő ember nem tud beilleszkedni a békés angol társadalomba. Úgy tűnik, mára éppen a kereszténységet fenyegeti a legnagyobb veszély Angliában. Persze miért is akarna egy keresztény Angliába menni, ha ott nincs biztonságban? Elég csak két városra gondolnunk. Manchester. Oh my God! És London. Legutóbb például azért ítéltek el egy keresztény orvost, mert hitére hivatkozva nem volt hajlandó nőnek nevezni egy magát nőnek képzelő férfit. A bíróság szerint tehát a keresztény tanítások, például a Teremtés könyve, miszerint Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, nem férnek össze az angol társadalom nézeteivel. Isten hozta önöket a szép új világban.